A teketőnőzők is most a New Yorkban vagyunk, itt az új Acer Switch 10-zel, előző évben is már bemutatta Acer ezt, de most nem csak a belseje egy Gorilla Glass üveggel van bevonva, hanem a külseje is most kicsit üveg lett, hogy ne legyen most már kalcos a külseje sem. Gorilla Glass 3 van elől és hátul rajta, még nem a 4-es, de ezáltal egy kicsit olcsóbb is a termék, és ami nekem most még itt tetszik az, hogy a képernyő elég messze hátra tudjuk hajtani, csak akkor sajnos itt majd fel fog dőlni, de hogyha például csak az ölünkben akarjuk használni, hogyha fekszünk a rükkamén, akkor ezt nagyon kellemes, hogy tényleg így ennyire hátra lehet hajtani, még a billentyűzettel együtt is. Különben látjuk, hogy itt oldalt van egy microSD slotunk, microUSB, HDMI és egy töltő, persze egy mikrofon is nem hiányozhat. Kívülről látjuk, hogy még mindig nincs hátsó kamera, de nem is kell feltétlenül. A másik oldalban még látjuk, hogy van a Windows 8 gomb, hangerőszabályzó, kisbekapcs gomb és persze egy felhagató port. Aztán előtt találunk a kamerát, hogyha megnyomom a Windows gombot, akkor itt mindjárt ki is tudom választani. Ha látjátok, akár lehet hozzá még venni egy stylust is, ami egy aktív stylus, vagyis nem kell megérinteni a képernyőt, hogy felismerje, és itt látjuk, hogy az első kamera az ilyen 2 megapixellel teljesen oké, sajnos megint nagyon széles itt a széle a 10 incses készüléknek, ami azt jelenti, hogy könnyű itt majd tartani mondjuk kezünkben, de persze szerintem nem annyira kellemes itt a kinézete. Az, hogy ilyen tényleg nagyon széles, de különben a billentyűzet ugyanaz maradt, az alsó részében szerintem nincs külön aksi, de snap-hinge technológiával a másik generációban most ez megint nagyon könnyen itt levehető, megint rárakható, és akár fordítva is rá lehet rakni, és akkor persze például a repülőben vagy vonatban kicsit kevesebb helynél is így szépen lehet majd használni bármire, amire használni akarjuk. Különben, ahogy látjátok, van az alján, hogyha dokkal használjunk egy rendes USB port, az egyik oldalán, más oldalán nincs. Ha összehajtjuk az egészet, relatíve vékony, kellemesen könnyű, simán 1 kg alatt van szerintem, és egy 8 órát majd lehet vele dolgozni rendes Windows 8-ban. Hát igazából már ennyi is volt a rövid bemutatója itt az Acer Switch 10-nek, ezt úgy hívják amúgy pontosabban, hogy SV5-015. Legközelebbig nevem Gábor Lázs, és ne felejtsetek el a Tech2-re feliratkozni, tovább egy hírekre New Yorkból, ahol Acer bemutatott több mint 40 új terméket. Legközelebbig is köszi, hogy benéztetek, nevem Gábor Lázs.